Az önkormányzat az elmúlt időszakban számos fontos gyűjtőutat felújított, ennek folytatásaként indul el a Móri út felújításának első üteme. A beruházás 1 milliárd forintos Európai Uniós forrásból valósul meg. A munkálatok január 12-én csütörtökön kezdődnek, melynek keretében egy körforgalom kialakításával felújítják és átépítik a Móri út, Zicsi-liget, Dózsa-György út, 3. Béla király tér csomópontot és csatlakozó útszakaszait, valamint a Móri út 44 számig irányhelyes kerékpársávokat alakítanak ki. A rekonstrukció során átépítésre, felújításra kerülnek a víz- és szennyvízhálózat gerinc- és bekötővezetékei, valamint az út- és járdaburkolatok. A munkavégzés a Móri út, Honvéd utca és Irányi Dániel utca közötti szakaszán szennyvíz csatorna építési munkákkal indul. A gépjármű forgalom irányonként egy-egy forgalmi sávon, sávelhúzásokkal és terelésekkel lesz biztosított, a páros oldalon a parkolósávban pedig a munkavégzések mértékéig ideiglenesen megállási tilalmat vezetnek be. A közműkiépítési munkálatok érintik a Honvéd utca, valamint az Irányi Dániel utca Móri úti csatlakozásait, szakaszait is. Ezeknek az utcáknak a forgalmi rendje is megváltozik, a munkálatok idejére zsákutcák lesznek, amelyeket a Malom utca irányából lehet megközelíteni és elhagyni. Az egyes ingatlanokat érintő, a munkavégzésekkel összefüggésben műszaki szükségességből bekövetkező esetleges megközelítési korlátozásokról az ingatlan tulajdonosa, használója előzetes kivitelezői egyeztetéssel kap majd tájékoztatást. Az építési munkálatok idejére a kivitelezők a lakosság megértését és türelmét kérik, a gépjárművezetőket pedig fokozott óvatosságra intik és kérik, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a közúti jelzésekre, valamint a megváltozott forgalmi rendre.